Engem most az érdekel, hogy ebbe az egész kis kupleráiba, amit úgy hívunk, hogy a mi életünk, abba még ebbe a 20-25-30 évben mi van? Mi a fene fér még bele? És akkor nézzük már meg, hogy ezekből mit lehet tenni. Én magam is ezért olvasok, ezért megyek utána. De ezt megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ebből más tudjon profitálni. Üde vártalak. Amikor beszéltünk, hogy jössz hozzám, én akkor valamiért nekem még az volt a fejemben, hogy te sminkelős vagy, de nem volt ezzel kapcsolatban semmilyen tudásom, csak valahogy azt képzeltem, hogy ilyen nagy tömött dobozokban állnak a sminkek, és amikor már élesedett a helyzet, hogy tényleg jössz, akkor mondta a telefonon, hogy Jóli Rude, én nem sminkelek. Alig. Alig. Mindenem van, mindenféléket begyűjtök, imádom nézegetni, kipróbálgatni, de a valóságban, a hétköznapokban, én az utcán egy szájfénnyel, most, hogy már a korom kicsit előrébb haladt, és a bőrömön vannak májfoltok, legfeljebb egy BB vagy CC krém, attól függ, hogy milyen évszak van, vagy alapozok. Nyilván, ha elmegyek egy előadást tartani, vagy tréningezek, akkor minimálisan teszek egy alapot, meg szájfényt. Ha nagyon belendülök, akkor még szempillákat is teszek, de mióta szemüvegem van, lusta lettem, mert kevésbé olyan attraktív, mint amikor nincs rajtam szemüveg. De azért ez a viszonyod a sminkeléshez, mert mindig festettek, és egyszerűen nem voltál rákényszerítve, hogy megtanulj, vagy pedig azért, mert egyébként meg egyszerűen ez a dologhoz nem volt soha viszonyod, és ugyanúgy szereted a sminkeletlen arcodat, mint hogyha mondjuk a Jónás Kata szépen kifest. Figyelj, én nem tartozom azokhoz a lányokhoz, akik azt fogják neked mondani, hogy a natur szépségembe szeretnék pompázni. Semmilyen módon nem gondolom azt, hogy én egy natúrnő vagyok. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy az, aki szép, az reggel is szép, ezzel a Charlie átvágott mindenki. Tehát nem fogok neked lelkileg eljutni odáig, hogy már nem, már a natúr, már felvállalom. Nem igaz. Csak nem tudok olyan úgy sminkelni, ahogy látom magam, és megszoktam magam a képernyőn. Azért 30 évig én naponta napi adást készítettem, nekem van egy imidzsem, van egy ismerős arcom a képernyőről, mert ismerős arcot 90%-ában a Tóth Andi és a Jónás Kata festette ki, és azt én szeretem, az gyönyörű. De én azt meg sem tudom közelíteni otthon, akkor minek erőködjek? De ami már más, az már nem tetszik? Tehát, hogy te elfogadom azt... már. Régen azért küzdöttem ellene, tehát azért vannak olyan sminkek, igen, van olyan helyzet, hogy be kell ülnöm másnak a kezelbe. Ezért kérdezem. Igen, már nem harcolok, régen harcoltam, azt viszont elengedtem, mert nem akarom magam rosszul érezni, mert az a fontos, hogy amikor bemegyek arra valamire, amire engem sminkelnek, akkor én ezzel nem akarok foglalkozni. Na lehet közben mégiscsak képernyőn vagy, szóval, hogy... Odaülök és átadom magam. Oda és ha belenézel a tükörbe és nem tetszik, akkor akkor mérlegelem, hogy 3 perc múlva be kell menni, és ha én most itt raplizok, akkor én rosszul fogom magam érezni, ha bemegyek. Ezért, amikor kijövök, akkor dühöngök egy kicsit, de valójában már ott, abban a pillanatban, hogy én ezt felvállaltam, azt a helyzetet, hogy másnak a keze közé ülök, abban a pillanatban nekem azt vállalnom kell, hogy ő azt fogja festeni, amit akar. Nyilván vannak pandamaci szemek, amikor visszanézek egy-egy kábeltévés csatornán egy-egy műsort, és akkor azt mondom, hogy édes jó Istenem, ahogy Móriczka elképzeli a sminket, nem tudok mit csinálni. Ki vagyunk szolgáltatva. Ruhában már keményebb vagyok. Igen? Hát az olyan nincs. Tehát azt sose engedtem. Annyiszor erőszakoskodtak velem, és annyiszor próbáltak rajtam erőt demonstrálni, és ebben én nagyon élharcos vagyok. Nagyon sok konfliktusom volt ebből. Ilyen értelemben problémás képernyős volt? Biztos, ha stylistot kérdezed, igen. Attól függ, melyiket. Amelyiknek nemet mondtam, annak problémás voltam, akivel 20 évig együtt dolgoztam, meg 15-ig. Érdekes volt olyan, aki tudomásul vette, hogy valakinek van egy erős személyisége, karaktere, mi több szeret is öltözni, és talán még jobb cuccaim is vannak, mint amiket odahoznak, akkor... De ez egy egóharc volt, és rosszul ülnek a lovon. Tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, de neki az a dolga, hogy én káprázatosan jól nézzek, és jól érezzem magam a képernyőn.
Mert ez a beosztásunk. Ja, persze. Hát tehát amikor ez egy így szerződésben áll össze, ez a rendszer, mindig igen. Beleveszik azt, hogy már pedig ő mondja meg, az ott valami alapvetően rosszul van a csatorna fejébe arról, hogy miért vannak neki képernyősei. Te nagyon, nagyon karakán csaj voltál mindig, és hogyha valami nem oké, azt azért te mindig elmondtad, igen. Vagy legalábbis így jelezted. Igen. De azért legalábbis az én tapasztalatom az, hogy női műsorvezetőben a tévék, a gyártásvezetők és mindenki, aki körülöttünk van, azt szeretik, hogyha minden jó. És igenis, az egy faktor egy műsorvezetőnél, hogy mennyire problémás, ezért kérdeztem az előbb. Ilyen értelemben nem vagyok problémás. Meg mennyire problémamentes. Nem. Tehát, hogyha valami nem jó, meg nem úgy, meg, és most nem arra gondolok, hogy nem készülsz fel az adásra, mert most a tartalom az azért okay, problémás. Az okay. Ott vagyok problémás. Ott vagy problémás? Ott nagyon maximalista vagyok. Ott. Tehát, ha valamiben, akkor ott nagyon maximalista vagyok. Tehát én egy felkészülős vagyok, ha 3 perc, vagy 8 perc, vagy 43 perc, én pontosan ugyanannyit fogok felkészülni, amit nagyon nehezen értenek meg. Abban sokkal inkább tartalomfókuszú vagyok, mint kinézetfókuszú, de én azt elvárom, hogy én hadd foglalkozzak a tartalommal, és akik odahozzák a cuccokat, a nem tudom, ha mi egyszer megbeszéljük, akkor nekem ne kelljen azzal foglalkozni. Én nem akarok adás előtt ruhákat húzni át a fejemen, és a tükörbe illegetni magam, nem érdekel. Előtte beszéljük meg, felpróbálom, én nem akarom el már ezt a cicomázást adás előtt, mert én akkor már csak azzal foglalkozom, amit fogok csinálni. Ez mindig így volt? Igen, vagy amikor hirtelen, amikor mondjuk országos tévéképernyőire kerültél, akkor azért még elvitt az a fajta, tehát a hiúságot szerintem felerősödik, amikor belenézel a tükörbe, meg belenézel a monitorba, vagy ránézel a monitorra, és tudod azt, hogy ezt most tényleg mindenki látja, és azért akárhogy is, de azt, amit mondasz, az mégiscsak keretezi. Igen. A hiúság nyilván, mindenkinek van hiúság, nekem is volt hiúsági faktorom, sokkal inkább az bosszantott, amikor mást akartak belőlem csinálni, és azért, amikor az ember fiatal, 30-40 éves koromban, akkor általában vannak a megváltó típusú vezetők, akik úgy gondolják, hogy egy új műsorhoz új arc kell, és új image kell. Na most az a díszlet, a fény és minden más, és persze a stíluson is lehet változtatni, de az alap, az a személyiség. A baj mindig akkor volt, amikor szemüveget adtak rám, amikor még nem voltam szemüveges, amikor push-up melltartót kellett holdanom, miközben ennyi mellem sem volt, mint most, amikor rendszeresen szigorú zakókba és toppokba öltöztettek, miközben én egy sokkal vagányabb csaj vagyok, amikor a 38 centis toppánkákba kellett belebújnom, mert nagyon szép a lábam, és úgy gondolták, hogy akinek ilyen szép lába van, azt mindig ki is kell tenni, pedig én mondtam, hogy az egy adottság, hogy kitesszük, hol nem tesszük ki. De az, hogy arról szóljon egy egész adás, hogy az én lábam Mohácsnál kezdődik, és Gyékényesnél ér véget, az tökre elviszi a műsort, én meg közben beszéltem. Tehát nekem ez egy természetes adottság, nem gondolom, hogy nekem állandóan rá kell erre pakolnom. Volt olyan műsor a köztévében, amikor nadrágot adtak rám, mert elvitte a fókuszt a lábam. Nem viccelek, Bölcs István volt ez egyébként, nagyon aranyos volt, tisztelem, szeretem, a világ legokosabb embere volt. De egy irodalmi műsort vezettem, és behívattak. Azt mondták, hogy azt kérik, hogy nadrág kosztümbe vezessem, és ne szoknyában, mert akkor még mini szoknya volt, mert úgy érzik, hogy a novellákról a figyelmet elviszi az, hogy ott ül egy fiatal lány mini szoknyában. Rá 5 évvel a TV2-n hosszan gondolkoztak azon, hogy legyek okosabb, mint amilyennek tűnök, mert a vágón is szemüveg van, tehát egy kvízműsorvezetőnek szemüvegkel. Ja, Istenem! Érted? Tehát amikor elkezdenek ilyen sztereotípiákban működni, ez engem sokkal jobban zavart, vagy amikor olyan típusú fodoros, mondjuk a fodorban csipkében tényleg nem látlak. Fodoros csipkés ruhát akartak rámondni, vagy mondjuk nagy dekoltást, amitől én szemérmes vagyok, és soha engem nem látsz kivágott ruhába, nem tudom. Szemérmes vagyok. Kész. Tehát, hogy neked kényelmetlen. Én, ha nem kényelmes, ez a szexiskedés is kényelmetlen. Kényelmetlen. Jó.
Na, nem bírom a szexiskedést. Tehát eleve nem tudnék olyan műsort vezetni, ahol mondjuk, mint a Medvecki Ilonának le kell jönni a lépcsőn. Mert azt csak ő tudja. Tehát egy show műsorban egy nőnek le kell tudni jönni a lépcsőn. Ahhoz hát neked persze, hát ez... tudnod kell, hogy most dögöljetek meg, én vagyok itt a legszebb. Én ezt soha nem éreztem. Soha, soha. Ha meg ezt nem érzed, akkor nem szabad azt a szerepet fölvenni, és ebben nagyon sokan belebuktak már. Persze ezt az ember utólag tudja, nyilván nem vagyok olyan okos, hogy ezt akkor tudtam, hanem csak lázadtam. De nem is, tehát nyilván volt egy ilyen zsigeri lázadás, de nem is, azért amikor az embert körbe szeretik, és elmondják, hogy úristen, és a lábad, és a, és királynőnek érzed magad, az, azért az egy jó kis nyúl ürege a nőiesség szempontjából. De hogy ez akkor ez így lepattant rólad? Vagy de ez nem, így nem vezettem ilyen típusú műsor. De nem is akartál, vagy nem akartál? Nem, nem akartam. Nem mondták azt, hogy csinálj tehetségkutatót? Nem. Hát akkor még nem volt. Akkor, ami veszélyes volt, az mondjuk az osztálytalálkozó volt, amit a Szili Nórának adott, tehát a Friderikusz, tehát azok voltak a nagy sók. Aha. De én mindig talkshow-t vezettem, vagy quizt vezettem. Aha. Tehát engem ez igazából elkerült. Aha. Ez elkerült. Lehet, hogy én magam is elkerültem őket. Ezt tehát, akartam mondani, hogy nem jutott eszükbe, hogy... Igen. Tehát velem baj lenne most, mert most ki kell pakolni. Most nagyon ki kell rakni. Tehát, ha én most lennék annyi idős, mint 30-as, akkor alá kell írni, Bianco, azt, hogy a tested egy látvány árucik. De te ebbe most sem mennél bele. Nem, mert én nem tudom viselni. Tehát ez a probléma, hogy én nem tudom viselni. Tehát ahhoz nem, tehát szemlesütve nem lehet dekoltást villantani, nem lehet. Tehát ahhoz kacérnak kell lenni. Én kacér vagyok, de privátban, de nem a képernyőn. Ez tök jó, ez a szó, hogy szemérmes. Szerintem ezt még ki sem mondtam soha. Én nagyon szemérmes vagyok. Figyelj, én egy részes fürdőrával járok, mióta az eszemet tudom. De a tévézés az nem feltétlenül egy szemérmes szakma. Akkor se, hogyha kvízt vezetsz. Az érdekel, ami itt belül zajlik. Az mindig az érdekel. Illetve még amit nagyon szeretek, hogy én nagyon hiszek abban, hogy a televíziózás egy vizuális műfaj, ezért nagyon nagy bajom van egyébként a YouTube csatornákkal, nagyon nagy bajom van a podcastekkel. Mert hogy csúnyán néznek ki? Mert borzalmas kompromisszumokat kell hozni. Én nagyon szeretem az egyidejűséget a televíziózásban. Aha. Rendkívül szeretem a látványt, a szép fényeket, a jó hangulatú díszletet, a picit megemelt ruhát, ami egy kicsit több, mint amiben otthon fölöltözöl. A kicsit megemelt sminket? És a kicsit megemelt sminket, mert én abba egész máshogy nézek ki, amit a Jónás Kata fest, abba én egy őzike vagyok. Én ott benézek a tükörbe, és azt látom, hogy ekkora a szemem, a mosolyom eleve eddig ér, és nem kell foglalkozni semmivel, mert az, ami itt van, abból ő kihozta azt, amit egyébként csak a kommunikációmmal tudnék megtenni. De civil életben hiszek a saját erőmbe, tehát hiszek abba, hogy a személyiségem érdekesebb, mint hogy nézek ki. Tehát akkor ez egy ilyen kellék, mint az adásmenet? Igen. Nekem így, hogy van, kellék. Az egy másik kérdés, hogy tudnom kell, és azért nagyon jó sok mindent elhoztam, hogy nekem azt azért tudnom kell, hogy miután én nap mint nap közösségbe járok, tréninget tartok, vagy este előadásom van mondjuk egy színpadon, ahol 400-an ülnek, ott azért muszáj, hogy legyen valamid, ott nem lehetsz natúr, tehát ott nekem azért muszáj fölvennem a kelléket ahhoz, ami ahhoz a színpadhoz kell, mint a fény. De ha én onnan kijöttem, akkor én nem érzem ennek szükségességet már. De a bőrápolás... Az minden. Az a létező... Ha valaki azt mondja, hogy macska kakit kell fölkenni, akkor macska kakit fogok fölkenni, ha csak azt ígérő, hogy 2%-kal jobban nézek ki. Tehát, hogy akkor erre felé meg is... Abszolút. És nézem is, kérdezem is, tehát mindent keresek, ami létezik. Persze. Otthon sokat is foglalkozol a bőröddel? Tehát, hogy otthon tesztelsz dolgokat, ha meghalasz valamit, megveszed, azonnal, kipróbálod, nézed? Azonnal, és mindenhol kérdezősködök, és ha valakinél látok valami jó cuccot, az biztos, hogy itt fog landolni a neszeszerembe.
De olyan, hogy én kidobtam volna egy cuccot, mert elfogyott, olyan még nem volt. Smink cuccot még nem. Nem. Tehát olyan tehát volt, megromlik, hogy megromlik de... igen, lecserélődik, de olyan rúzs, tehát mondjuk ez a MAC rúzs, bocsánat, csak egy elmutatom, de ez például, ezt azt hiszem 15 éve ugyanezt a szint mindig megveszem. Mondjuk ez is már egy pár éves, de igen, de bármennyi alapozott ki tudok próbálni, mert mindig aha. Új ígéret. Új napot, új ígéret jön. És például mondjuk ilyen alapszabályokat, mint hogy a fényvédő kell ahhoz, hogy... Abban nagyon hitvány vagyok, de tudom, hogy kéne. Igen, hitvány vagyok, mert nagyon sápadbőrű vagyok. Nagyon. Tehát én egy... Most éppen Afrikából jövök, tehát szép a színem. De én egyébként olyan vagyok, mint egy másnapos hulla. Na most üdv a klubban. Mint ilyen... jól áll, ha van rajtam egy kis nyár. És aztán ez a kettő nem összeegyeztethető. És ettől vannak problémáim is, mert a bőröm mindenhol sérült, ettől van problémám a májfoltokkal, a szeplőkkel. Én vörös kislány voltam, vöröses. Tényleg? Igen, nagyon erősen. Ginger? Igen. És ezért ám mindenhol szeplős vagyok, amit el tudsz képzelni, amiből később májfolt lesz. Minden rosszat elmondtam már. És mondjuk Arra nem szántál időt, hogy mondjuk azt mondd a Jónás Katának, hogy elmegyek egy ilyen erőltetett menetű kurzusra. Mindig mondja, de nem mentél el, csak mindig beszéltek róla. Nem, mert mindig azt mondtam neki, hogy figyelj, amikor menni kell, majd eljövök előtte, aztán fölrakod. És most, amikor jöttem, azt mondtad, hogy nem vagy nálam, hogy csináljunk kecsminket? Hát mondom azért, mert ide pont úgy kell jönni, amit én tudok. Tehát ez teljesen hozom azt, amit kell, de kéne, de hogy nem. Kellene. De kozmetikushoz viszont eljársz. Egyre kevésbé, de azért egyre na. kevésbé, mert egyre több jó cucc van. Tehát az otthoni rutinokat tartod. Az otthoni rutinokat tartom. Meg figyel az ultrahangos készüléktől kezdve mindent megvettem. Igen? Elfelejtem használni. De megvettem, ott van. Tehát használom, mindent kipróbálok, és rettenetesen izgat minden új cucc. Szeretem az illatát, a színét. Ha szép, akkor is szívesen. Minden táskámban van mindenből. Minden táskámban. Azt ne kérdezz meg. Sok. Mi az, amiből minden táskádban van? Akkor így megmondom. Kérdezem. Amiből minden táskámban van, az biztos, hogy a szájfény. Igen. Nyek. Szájfénynyek? Nyek. Okay. Mert hisz van színezett, nem színezett, színezett, még erősebb. Most van a szádon színű. Valami? Van. Melyik? Rózsaszínke. Ez? Azt hiszem, az. Most mi van rajtad? Ez. De az arcodon általában. Van rajtad most BB egy krém, darab, vagy? Igen, annyi van rajtam, és egy nagyon pici fény itt, ami most ez a szerelem, amiből csak egy pöcsöcskét ide teszem, és csillagol, villogol, aha. Ahogy Cilla mondaná. Aláteszem, hát hogy ne tenném alá. Primert, persze, aláteszem. Attól függ, milyen idő van, ha meleg van, akkor csak BB krémezek. Mi megbeszéltük, hogy nem kell sminkelni a Gabinak, ha neki ez nem komfortos, ezt neki nem kell figyelj, csinálni. Figyelj, tudok csinálni ilyen, leve tudom menni a szemüvegem, és akkor csinálok, fölpillázom magam. Pillázz fel magad, de abban maradtunk, hogy nem kell nekem. Bőven elég az, hogy elmondod, hogy ehhez mi a viszonyod, és elhozod ezeket a cuccokat. Na, de én ezzel pillázok például, az hogy mi? Ezzel attól függ, hogy kerek föl reggel. Ez egy ilyen színű pillanat. Ilyen én kék? Ilyen. Tudod, azért az első ezer ötletemben nem lett volna benne az, hogy neked neonkék szempillád ez van. Ez olyan, hogy... Megnézhetem? Persze. Ez, figyelj, csodálatos. De tolvaj Reni veszett el benned igazából. Na? Hát. De ez is egy csodálatos cucc, mert ugye ez ápoló, vastagítja, ja, és hát utána. Ekkora, olyan, mintha Jónás Kata rakta volna föl. Tehát ez az egyetlen, amivel tényleg tudom Jónás szemet Kata kínál. Csuklik most egy darabig majd. Remélem, mert mindent megérmel. Szerintem ezt a márkát és ezt a szint csak én használom. Ez volt egy nagyon híres, az Estée Laudernak is voltak ilyen színű szempillaspirájai, csak én vettem, meg is szüntették, azt hiszem. De ezt a szint, ezt mindenhol lehet kapni, mert csak én vásárolom. Az felrakod? Jó. Jó, meg felrakod. Megnézhetem? Figyelj, nagyon, nagyon érdekes lesz. Érdekes. Maradjunk abban, hogy érdekes. Jó, de ezt egyszer látnom kell, hogy milyen az, amikor fent van. Ja, hogy megbodorítod előtt. Micsoda. Hát ha látom, de hát érted.
Figyelj, sírva fogsz könyörölni egy világos kék szempilles piárjel a végén, majd meglátom. Az egészben van egy fricska. Igen, hogy ez csak egy szempillas, ez csak egy szempillas spirál. Nem olyan színe van, azt mondta, hogy igazam van, csak mondom, de figyelem. Igazad van. Nem, figyelem, de igazad van. Csak ilyet még senki nem használt. Pedig már egy ideje. Ez az én titkom. Ez olyan, mint Chanelnek az az egy csepp este. Nézd meg a különbséget. Látom. Látod? Látom. És mégis van benne egy kis szemtelenség. Azért megcsinálom a második szemem, mert azért, ha így megyek haza, az nagyon jó. Jó, nem csináld meg. Jó? Figyelj. Jó. Évekig küzdöttem azzal, hogy... Ne csipd be a szemhéjadat. Hát azzal is. De hogy ne ez a zsiráf szempilla legyen, tudod, az az előre növő szürke, hanem magyar szürke. Aha, igen, igen, igen. Ezért mindenféle szempilla növesztőre például benevezek. Tehát amit föl kell kenni, rá kell rakni, nem tudom. Tehát mindegy, csak dús legyen és nagyobb. De most föladtam az utóbbi években. Ne add fel. Nem? Ne. Lesz szóval... ilyen? Jó. Mert azért ez ezt a... én intézem. Ez a... Bízd rám a szempilláidat. Ami a kék alatt lesz. Van, az bízd rám. Ez nagyon gáz. Tehát, hogy a zsiráfoknak van, tud, nem is a zsiráf, melyik az az állat, akik így egyenesen, de a zsiráfnak. A zsiráfnak. Akkor a szempillát intézek neked, ami a sajátod, hogy figyelj. Zavarni fog a szemüveged. Figyelj, én szólok neked, ha zavar, csak jó. Már egyszer érezzem. Jó, 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 mondom, bízd rám. Hát, ha még nagyon izé, akkor még alul is elrakosgatnám, és olyan leszek, mint a csillagszemű juhász, de... Figyelj, szerintem ez a világ szemtelensége, ez a világos kék szempilla. Én bírom, tényleg jól néz ki, meg ilyen váratlan, tehát hogy ebben van valami egészen váratlan. Azért meg tudlak még lepni, mert aminélkül nem indulok el például sehova, az megmondom mit, tehát ezek, szájfény biztos van minden táskámból. Talán van valami Tui Man Buder, azokat cserélgetem, hogy azért egy kicsit korrigáljak. Ugye az alapozót ezt mindig fölteszem reggel, tehát az mondjuk nem viszem magammal. Egy kis csillogást viszek magammal, ami mindig van nálam, az fogkefe, fogkrém, parfüm, anélkül a lábamat nem teszem ki. Mit használsz? Mit nem? Mit nem használsz? Beteges illatmániám van. Tényleg? Beteges. És ezeket a niche parfümörök által megálmodott illatokat, vagy pedig a mainstream és a Dolce & Gabbana light és vannak a, és vannak ilyenek is otthon, igen. Vannak a játszósak, a nem játszósak, az alkalmiak, attól függ, hogy milyen hangulatom van. De ismered is az illatokat? Te tudod, hogy nem. A fejjegy, meg a mit tudom én... Nem, most már inkább azt tudom, hogy mi az, ami az én karakterem. És mi? De... Miket keresel? Mi az illat, amit te keresel? Hát ettől most a falnak mész, ha megmutatom. Mert próbálj. Olyan, hogyha bementem a tévébe, akkor tudták, hogy benn vagyok. Megnéztetem? Meg. Hát tehát ez, ettől más nőnek fejfájása van. Tehát, oszta! Na, azért mondom. Ezt használod, és nem fáj fel? Nem minden nap. Ezt csak nagyon ritkán szabad használni. Na, de ez olyan, hogy ez holnap után is csak hát addig háromszor fogok zuhanyozni, de érezném. De ez... Ez egy Frederic Malle. Promise. Olyan, mintha ilyen mirha... Picit állni is, de ilyen brutál mérva. Brutál. Igen. Én ilyen erős... Na, mondom. Nekem is ezeket hol találok? Fog, hát mindenhol próbálok. Figyelj, elmész és... Mindenhol. Minden országban, minden parfümérjában. Ezt tudod milyen? Az arab parfümöknek arab, van. Arabos, igen. Abszolút. Van. Abszolút. Van de el... nagyon szeretem a nem csak ezt. Tehát nem tudnék három nap, minden nap ilyenbe lenni. Tehát ez ma fönn van, de két nap múlva nem ez... fogom használni. De mondjuk ez olyan, mint talán az Elizabeth Arden mondta egyszer, hogy ő akkor tud, ez az ő védőfala, és ő akkor indul igen. el otthonról biztonságból, igen. hogyha még megvan az az illat, ami közte és a világ között igen. van. Figyelj, nincs olyan pillanat, hogy rajtam ne legyen parfüm. Azért fürdök nagyon sokszor, mert nekem van egy ilyen izém, tehát akárhányszor, ahol zuhany van ott, én biztos, hogy alálok. Mert nem tudok úgy átöltözni, hogy nem zuhanyozok. Nagyon szeretem az illatosított dolgokat, tehát mindegy, össze-vissza lehet illatos minden. És azért, hogy új parfümöt tudjak magamra tenni. Tehát lehet, hogy egy napon belül is váltok parfümöt, attól függően, hogy délelőtt mi a programom, és mondjuk este mi a programom. És ahhoz... Más illatot fogok feltenni. Hány parfümöd van? Ami mondjuk így játékban... Nem merem bevallani, de nagyon szeretném, ha valaki szponzorálna. De ami mondjuk játékban van, arra gondolok. Szekrényben.
szekrényben tudom kifejezni. Tehát nem valami szomorú satnya polcra gondolja. Nem, szekrényi. Hanem merjek nagyot álmodni. Igen, polc. Mert vannak olyan illatok, amit már, mert én még egy ilyen korosztály vagyok, aki azért nem fújom ki, mert félek, hogy elfogy. És már soha többet nem tudom megszerezni. Imádlak, de... Érted? És ezért ennyit... Spórolsz velük? Igen. És a legjobbakból még van egy kicsi az? És azokból ott áll ennyi, és azt már szinte, mint a tokai asszút, érted? Cseppenként vagyok hajlandó, mert már nem tudok hozzájutni. Ezért aztán egy szekrény van. Annyira sok mindent gondoltam rólad az elmúlt sok évben. És annyi, de hogy bolondos vagyok, azt nem? Hogy annyi tudásom is van szerintem rólad, mert hogy néztelek mindenben, láttalak, követelek. De az, amiket most mondasz itt nagyjából 20 perce, mindegyik... Megleplek? Aha, tényleg. De ez biztos, ez lehet, hogy másokat irítál ám, Lilu. Tehát van, aki... Tehát, hogy persze vagyok, csak a nem vagyok. Nekem ez a gyűjtőszenvedélyem. Nekem ez a jó közérzetem. Tehát az, hogy én milyen illatot húzok, vagy másnak milyen illata van, én amikor megírtam a Nagy Levegő című könyvet, akkor annak egyébként pont ez volt az alapgondolata, hogy hozzám annyi ember jött be a stúdióba, és annyiféle szag volt a stúdióba, és mindenkinek olyan illata van, és én rettentő érzékeny vagyok, és amikor már az 8.-10. embert ölelted meg egy nap, és rajtad volt a parfümje, és mész haza, és alig várod, hogy megmosakodj, és ebben volt szenvedés, ebben volt jó illat, hogy ez mennyi mindent indít el, vagy amikor reggel beülök, mert megyek forgatni egy taxiba, hadd ne mondjam az illatot. Tehát, hogy engem ez annyira befolyásolt, hogy rettenetesen függök az illatoktól, mindig van nálam parfüm éppen ezért, hogy be tudja magam védeni. De én éjszakára is felteszek parfümöt. Tehát nincs, hogy én nem parfümbe alszom. Mondjuk igyekszem az éjszakait hasonlót használni egy pár napig, amíg ugyanaz az ágy nem. De mondjuk ilyen testpermeteket is? Persze. Nincs a testkrémeket. Illatő parfüm, testkrém. Hát a figyelj. És amikor nyáron, amikor meleg a bőröd... Mióta magam megtehetem, hogy megveszem magamnak. De azért én egy másik kultúrából jövök, a tekintetben más korosztály vagyok, hogy az én anyukám... Az anyukámnak voltak parfümjei, de semmi más. Tehát én, a rúzsa volt még, az egy nagyon határozott illat volt nekem. A régi piros női rúzs, arany tokba. Annak volt egy púderes, valami jellegzetes rúzs. Egyébként a Frederik Mellnek van egy ilyen illata, ami a rúzs illata. Van belőle ott. De mondjuk az ilyen budapesti nis parfümériákban te feltűnsz mondjuk csak nézelődni? Külföldön tűnök fel. Aha. Feltűnnék egyébként, nem is tudom, miért nem tűntem még fel, de az Zoyomiban néha beszélgetek, és akkor egy-egy alapillatot kapok. Meg úgy értem, hogy ajánl nekem, de többnyire külföldön nézelődök. És minél ismeretlenebb a bolt, annál biztosabban bemegyek. Miért? Mert izgat. De nem, úgy értem, hogy miért az, hogy mondjuk elmész akár egy arab országba, ahol mondjuk tényleg ezek a súlyosabb, nehezebb illatok vannak, ami egyébként szerintem nagyon sokszor tényleg egyszerűen egy európai ornak megterhelő. Igen. Akkor is? Igen. De ebben vannak könnyűek is, tehát vannak olyanok, mint a fuvallat. De mondjuk nyáron citrus? Igen, de azért abból azért, igen. Tehát ne olyan legyek, mintha most csavarták volna ki a citrumot, de igen. A férfiakon mennyire? De nyilván akkor ez neked egy fontos dolog. Hogyha neked ennyire fontos, akkor ez más aspektusában is fontos. Tehát az például, hogy van, aki a férfi cipőjét nézi, a kezét nézi, a haját nézi. Illat. Tudom én, illat. Te ahhoz, hogy... Tudd, hogy ez a férfi, ez a te férfi, de ahhoz neked meg kell szagolni. Hát nekem muszáj őt megpuszilni, és abban a pillanatban ez eldől. Tehát én ölelkezős vagyok egyébként, tehát én nagyon szeretem, akit szeretek, azt én szeretem. És akkor így egy szippantás, és már meg is van. De nagyon fontos. Azt nagyon érezni, hogy valaki tiszta. A tisztaság illata az egy nagyon fontos dolog számomra. Tehát nagyon sokan használnak parfümöt úgy, hogy nem tiszták. Annak egy egészen más illata van. És azt azonnal leveszed. És például azt, hogy ennyi emberrel találkozol, meg találkoztál mindig, hogy bemutatkoznak, hogy megölelnek, hogy sokkal nagyobb számban, mint egyébként, tehát, hogy az, amit te csinálsz, meg csináltál,
az elmúlt sok évben, azért az egy ilyen touchy dolog, hogy stúdióban ülsz emberekkel, hogyha éppen van valami érzelmi rohom, akkor a te nyakadba omlik. Ez nem volt így nehéz, hogy nem vagy például undorodós? Most nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de volt olyan, őszinte leszek, de volt olyan. Egyik nap a kecske ült benne, 8 órakor még a stúdióban, meg az oroszlán, és 10-kor egy zokogó édesanyja izzadó homlokkal. Persze. Hát, tehát most... Mert akkor te érzékenyebb is vagy, tehát hogy akkor neked ez egy nagyon erős szenzorod. Igen, nagyon, nagyon rosszul. És főleg, ha valaki izgul, akkor ugye máshogy párolok. Tehát akkor a repülő az nem a te létformád. Igen, ott én általában maszkozok egyébként. Igen? Igen, pont ezért. Szóval, hogy ez egy nehéz dolog volt, nyilván egy kicsit antiszociálissá tesz a civil életben. Na, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ez nem jelenti azt is, hogy... Tehát nem keresem a zsizsgést. Nem jársz buliba, mondjuk téged azért szórakozó helyen, diátadókon akkor látlak, a díjat nyersz, és mész átvenni, de soha nem láttalak úgy feltűnni, hogy csak a parti rovatban szerepeltél. De nem csak most, hanem soha. Tehát, hogy te nem voltál az, ami aki nem volt benne akar lenni a Story magazinba, mert... Nem. De ez nem volt mindig ilyen egyszerű, mert azért a szerződésem engem kötelezett arra, hogy meg kellett volna jelenni. Tehát azért ebből voltak konfliktusok mondjuk a 10-12 év alatt a TV2-n, hogy én nem nagyon jártam el ezekre. Amúgy sem voltál soha ilyen bulizós... De bulizós egyébként vagyok. Tehát várjál, bulizni szeretek baráti körbe. Baráti körbe, aha. De nyilvános helyen annyira nem. De azért, mert sok volt az ember, vagy mindig ilyen voltál? Mindig egy picit antiszociális voltál? Nem, inkább az zavar, hogy ott nem tudom magam úgy érezni, ahogy szeretném. Tehát én nem szeretem, ha engem néznek. Mondja a... Igen, de ott dolgom van. Érted? Ha nincs dolgom, akkor én ott leszerel, lebont. Tehát elvégeztem a dolgom, nem érzem azt, hogy nekem az én egómnak arra szüksége van, hogy még a civil életben valaki... pátyolgasson. Oké, de ez, ami mondjuk a te esetedben, hát gondolom azért neked országosan egy ilyen 85-90% körül lehet az ismertséged. Tehát de ez nagyjából... szeretettséggel is jár, az nagyon jó. Nem. Azért az veled nem tudom elképzelni, hogy bármilyen korosztályban megtörténjen, mert azért te minden platformon felbukkansz, nem csak a televízióban, és te nem csak az ilyen típusú tartalmakban és platformokon, hogy újságok, hanem YouTube-on is, Instagramon is. Tehát, hogy téged valószínűleg minden korosztály ismer. Te nem tudsz úgy elmenni egészen biztosan egy wellness hétvégére Magyarországon, hogy téged ne nézzenek meg, ne ismerjenek, és ne akarják látni azt, hogy a Jakub csak milyen fürdőruhában. Nem is megyek a wellness szállóba. Nem is mész a wellness szállóba, oké. Ennél egyszerűbb összefett. Egyáltalán? Nem is mentél soha? Nem. Mert balatoni nyaralomba, akkor megyek le a Balatonra, amikor kevesen vannak. Mert az nem az... Tehát olyan nincsen, hogy a nem tudom milyen wellness élmény központban te sikolgatva ugrok a vízben? Nem is sikolgatva ugrasz a valamelyik bulvármagazin kedvéért, hanem hogy... És pucsítva csinálok egy szelfit. Fröcskölitek egymást. Nem, nincs. Nem vagyok egyébként zárkózott nő, félreértés ne essék, de valahogy teljes mértékig leválasztom a civil életemet erről. Busszal járok a gyerekemet, nem dugom el, látnak a közértbe, de látnak reggelés. De nem teszed ki külön, tehát hogy... Nem. De ha tehetem, nekem az a kikapcsolódás, hogy ahol civil emberként szeretném magam fesztelenül érezni, az akkor inkább, ha tudom, hogy ott én vagyok a mutiból készült, akkor oda nem megyek. Akkor, de azt nekem kell, ez az én dolgom, tehát az, aki kurvának megy, ne csodálkozzon, ugye? Ja, abszolút, persze. Tehát, hogy ez be... Na hát, akik festéken. Valahogy igen. Tehát, hogy én értem, hogy ezt nekem kell megoldani. Tehát nem haragudni kell arra, aki nagyon aranyosan odajön és téged bámul. Nem ő a bunkó, mert engem bámul. Én nekem tudnom kell, hogyha engem ez zavar, és nem így akarok, akkor külföldre akkor, kell menni? Akkor el kell menni. Akkor nem oda kell menni, akkor máshogy kell. Ha pedig kimegyek egy tömegrendezvényre, egy fesztiválra. Akkor meg azért mentél. Akkor tudom, hogy ott mi van. Mondjuk a gyerekeddel kimész a szigetre. Kint voltam.
Kint voltam a Billie Eilish-on. És ott tudod, hogy ez van, és... haltam úgy untan, meg kint voltam. Igen. Melyik koncerten voltatok? A Billie Eilish-on. Persze, én majdnem eredt vártam. Szörnyű volt? Minden barátnőm ezt mondja, aki a lányával volt. Tényleg azt éreztem, hogy, hogy azt nincs a teremtésbe vesztes, csak én, ahogy a bánkbán mondaná. Hát ez nagyon kemény volt. De tehát, hogy nem értettem vagy, a jelenséget. Mondja, hogy ott álltak a Billie Eilish koncerten, és azt kérdezte, de miért? De miért? És miért ilyen hosszú? És még egy, volt-e már számváltás? Jó, de egy Tarbél a filmet simán visszanéz, megnézze, hogyha 7 órás, de a Billie Eilish 2 órában hosszú. Igen, és mondom, nem vettem észre, hogy már egy másik számot énekel. Tehát az a legszarabb. Hogy ez még mindig az első dal? Nem, ez már a koncert vége. És áll egy picike nő, tulajdonképpen magát eldugva. De gyereked boldog volt? Ő boldog volt. Hát... Ezt is kipipáltuk, figyelj, én ezt így értékelem. De akkor a fürdőruhás Jakubcsak Gabriával senki nem fog összefutni, és... Nem nagyon. Alul volt titokban fotózgatni. Nem nagyon, én megkértem a férjem, hogy ő menjen és sikongatva csúszdázzon a gyerekkel, és vízibiciklizzen a Balatonba. Tehát én nagyon szívesen kimegyek egy hajóval, úszom, tehát nem dugom el magam, de nem szeretek szerepelni. És ez mondjuk... azért a bulvárhoz való viszonyodat nyilvánvalóan meghatározta az elmúlt. Ott sem nagyon látsz pózolni. Tudom, ezért kérdezem. Akkor, amikor a gyerekem született, és 46 éves voltam, akkor azért nagyon sokan túllőttek a célon. Tehát akkor ott volt egy komolyabb tiltó listám lapokkal, női magazinokkal, akikkel nem álltam szóba sokáig. És az egy borzasztó kiszolgáltatott helyzet volt, mert 46 évesen mindenki arra volt kíváncsi, hogy te hogy fogsz szétzuhanni, mennyire fogsz rosszul kinézni, hát és még sorolhatnám. Tehát én nagyon hamar le is léceltem, én 5 hónapos terhet sem mondtam meg, hogy terhes vagyok, és soha többet nem is mentem képernyőre pontosan ezért. Tehát én nem voltam az utolsó pillanatig, tehát nem láttak, legfeljebb olyan képet láthattok, hogy valami rendezvényen egy-egy ilyen kép van. Úgyhogy én ezt így tudtam csak magam megvédeni. Mennyivel később, tehát amikor megszületett a lányod, mennyivel később tértél vissza a képernyőn? Nem, igazából már oda a TV2-höz nem is mentem vissza. Aha, tehát én akkor onnan kiszálltam, és akkor én úgy éreztem, hogy én most ezt így abba is hagyom. Az egy furcsa, érdekes helyzet volt, hogy 2 hónappal az Emma születése után felhívott akkor a Nap TV-ből Gyárfás Tamás, hogy a Friderikusszal a karácsonyi műsort vezessem. Most figyelj, ha valami az életemben először mondotta ki velem azt, hogy miközben folyik a tejed, a gyereked ott felkezik, hogy az kizárt, hogy én. Pedig szívesen mennék a Friderikusszal, hidd el. Meg hogy karácsony, meg hogy 5 napig te vagyok. Hát, hogy ez nem létezik. Hát nekem egy értelmes gondolatom azon túl nincs, mint hogy megvan-e a 20 gram, vagy nincs meg a 20 gram. Tehát az volt az első, amikor nagyon tudatosan azt mondtam, hogy hát akkor az lehet, hogy most ment el. De én ezt nem fogom elvállalni. Kérdésedről a válasz, hogy mikor tértem, viszont nagyon nagy mázlim volt, mert a Story TV egy olyan sorozatot ajánlott fel, amelyben tulajdonképpen akkor forgattam, amikor akartam, bejártam külföldet, sorozatos dokumentumfilmeket készíthettem, akár a Bud Spencerrel, akár a Gerával, akár a Dzsuzsákkal Hollandiába, tehát tulajdonképpen a szabadságot választottam, és addigra, mire ezek a filmek elkészültek, én azért már jól éreztem magam. Azért az egy nyugat-európai trend, és szerintem egy abszolút követendő példa, hogy ilyen 40-50 pluszban a nők kiteljesednek szakmailag, igen, jól néznek ki, menők és vagányak, és tökre bátrak a korukkal. Ennek azért Magyarországon abszolút te vagy a... nem? Ezt akartam mondani, hogy ennek nincs trendje Magyarországon. De hogy ennek Magyarországon azért akár a most megjelent könyveddel, amiről tudom, hogy egyszerűen megőrülnek érte, mert a közös Rényi Ádám barátunktól, aki ugye az egyik, aki kiadta a könyvedet, azt mondja, hogy az életében olyan kigyózó sorokat, mint a te dedikálásodon nem látott. Szóval, hogy erre van nyilván mindenkiben egy iszonyatos igény, meg egy hihetetlen vágyakozás. Szóval, ahányszor csak én gondoltam azt, hogy milyen jó lehet az 55 éves Sophie Marceau-nak lenni, vagy úristen a 1000
olyan színésznő, aki azt látom, hogy 70 éves, és tényleg ilyen gyönyörű ezüst madarak, és tényleg még a Pataki Ági az, aki ennek ugye egy ilyen erős, emblematikus figurája, de ugye ő talán a szépséget és a modellkedést vitte tovább. Igen. Te pedig pont ezt a feminista, de nem ultrafeminista, igen, nagyon komfortos, igen, vannak nehézségek, de tök jó, és el is hiszem. Tehát most is, ahogy bejöttél ide, tök menő, összenéztünk, hogy iszonyú menőn nézel ki, rohadt jó a cuccod, egy kicsit ilyen csávós, ez a fiús, de hogy ilyen szexi a rövid hajad, de úgy látszik, hogy tök jó vagy, barna, igen, bőröd, nem sminkelsz, nem érdekel, kicsit érdekel, pont annyira, de ebbe is így megkeresed magad, de hogy valahogy nagyon kevés embernek hinném el, hogy van olyan jól, mint mondjuk 40 évesen, vagy 30 évesen. Nem voltam olyan jól 40 évesen. Az, hogy jobban van, azt meg lehet, hogy még kevesebbnek, de hogy azért ez egy nagyon úttörő dolog, amit csinálsz. Lehet, remélem. Ha ezt mondod, akkor remélem, mert akkor van értelme annak, amit elindítottam a Napos B oldallal, hogy nagyon sokat gondolkozom azon, hogy akarok élni. És mindig is sokat gondolkoztam azon, hogy akarok élni. És most is foglalkoztat az, hogy akarok megöregedni. Foglalkoztat. Hogy akarsz megöregedni? Szabadon. Szeretném magam jól érezni a bőrömbe. Tehát itt már nincs más cél. Itt már nem arról van szó, hogy még 3 buznyakoddal több legyen, 4 táskáddal több legyen, 6 autóval több legyen, minek látszódsz. Semmilyen tétje nincs. Itt már csak az számít, nincs tétje? Úgyse, hogy közszereplő vagy, úgyse, hogy nincs. Figyelnek? Tehát, hogy nem csak az figyel, aki mellett elsétálsz, hanem téged tényleg figyelnek? Nincs tétje. Nincs akkora cél, amit itt már el tudnál érni ebben a dologban. Nincs, nem ül senki a helyemen. És az a szabadság, hogy egyébként bármire nemet mondhatsz? Az csodálatos. Ez nem olyan régóta van. Nem? Hát nem. Ez tulajdonképpen az ATV előtt már volt 1-2 év, amikor én azt hittem, hogy már ezt a szabadságot elértem, de akkor még úgy lehetett érezni, hogy ebben valószínűleg még lesz valami önálló műsor. És mindig akkor kimondtam, hogy Isten, én még egyszer napi műsorban nem, már 30 éve napi műsort készítek, és mindig a napi műsor talál meg. De valószínűleg én egy ilyen típusú nő vagyok, rakkolós vagyok, ha beszállok, akkor csinálom, és nagyon hiszek is a napi műsorokba. Tehát én tényleg a rendszerességben hiszek. És az ATV, amikor véget ért, és én már éreztem, hogy ott ebbe ennyi volt, akkor egy mérhetetlen felszabadulás volt, hogy akkor nézzük már meg, hogy minek lehet itt még tétje ebbe a hazai televíziózásba. És hidd el, hogyha én most egy pillanatig is megérezném, hogy még van valami olyan dobás, amivel egy új szint lehet hozni, akkor lehet, hogy megráznám magam. De ha nincs, akkor semmi nem köt már ahhoz, hogy én szerepeljek. Azt nem szoktad megkapni, hogy neked könnyű? Hogy neked könnyebb? Egyrészt már... Mivel? De biztos megkapom megirigykedést. Nyilván, hát nyilván. Hát ugye... Ez lehet egy egészen banális dolog is. Leültél, megkérdeztem, hogy mennyit edzel, mondhatod, hogy semennyit. Izmos a karod, vékony vagy, tökéletes, csodás tügi alkatod van. Amikor azt mondtad, hogy egyet se edzel, akkor azért halkan felsírtam magamba, és elkezdtem tekergetni a hajamat. Egyet elmegyek egy héten, de régen 3 edzettem, meg 2 edzettem, mindig sportoltam, de most egyet megyek, és azért megyek egyet, hogy nyújtsak. Tehát, az, hogy megteheted azt, magam, hogy egyébként a bőröddel ilyen szinten foglalkozol, ami nyilvánvalóan látszik, és amit meghálál. Az, hogy megteheted azt, hogy olyan ruhákba öltözzél, amik tökéletesen passzolnak. Szóval nyilván itt azért van egyfajta anyagi biztonság, erre szokták mondani, hogy nektek könnyű, hogy Jennifer Lopeznek könnyű, nincsen más dolga, mint jól kinézni. Hát baszki. Rohadtul van egy csomó minden más, igen, dolga, és egyáltalán nem könnyebb, igen, sőt neki nehezebb, mert ő nem nézhet ki soha szarul. De hogy azért valamiféle szabadságot, például az, hogy nemet mondhatsz, hogy nem kell olyan dolgot csinálnod mondjuk azért, hogy megteremthesd magadnak a békét, amire mondjuk 5 éve még igen mondtál, vagy amire 10 vagy 15, amikor az ember azt érzi, hogy úristen, ha erre nemet mondok, akkor biztos többet nem hívnak. Ezt én folyamatosan éreztem, mint ahogy mindenki érzi, aki ebbe a szakmába benne van, a televíziózásban. Abban a pillanatban, hogy belépsz egy ilyen intézmény kapuján,
ez az alkú tárgya. Abszolút, hogy te azt érezd, hogy te egyrészt függsz, másrészt... De függsz is. És függsz is. Tehát, hát, és aláírsz egy szerződést, mely szerződésben olyan kötelezettségeket válasz, ami nem ad alkalmat arra, hogy ilyen szabadon fogalmaz, mint ahogy én most fogalmazhatok. Nem is fogalmaztam, mert nem, soha nem rondítottam abba a fészekbe, ahol voltam. De én most nem vagyok ott, visszafelé sem mondom, de megtehetem, hogy a véleményemet viszont szabadon kifogalmazzam. Akkor nem tehettem meg. Szerinted ez a szabadság, meg az, hogy ennyire, de egyszerűen jól vagy, látom, hogy jól vagy. Tehát, hogy nincsen egy pillanat, amikor azt érzem, hogy ez nem klappol. Amikor azt érzem, hogy Sophie Marceau tök jól van, amikor azt érzem, hogy Helen Mirren jól van. Tehát nézek vele 500 interjút, és arra gondolok, hogy ez a nő, ez jobban van, mint én 25 évesen, amikor nem voltam jól. Hogy szerinted ez min múlik, és egyáltalán az, hogy te erről beszélsz, hogy erről könyvet írsz, hogy ezt te kikiabálod, ki? És felvállalod, és aláhúzod háromszor, ez valóban tud szerinted segíteni? Vagy szerintem te érzékelsz visszajelzést? Nagyon kevesen tudják megfogalmazni mindezt. Hm. Nekem az a nagy előnyöm, és most tényleg nem akarok... Arcoskodni? Arcoskodhatsz. De talán pontosabban tudom megfogalmazni, mint ahogy mások érzik, de nem biztos, hogy meg tudják fogalmazni. Én nekem van egy olyan képességem, a szakmámból adódóan, hogy 30 éve mindig meg kellett fogalmaznom egy helyzetet, át kellett adnom egy érzést, közvetítőnek kellett lennem A és B között egy témában. Nekem kellett az eszenciát levonni, felkonferálni, lekonferálni, és elküldeni a történetet, hogy benned megmaradjon nézőbe. Most azt csinálom, hogy ezeket az érzéseket, amit én is megélek, hát hiszen azért írom, mert engem ez érdekel. Engem most az érdekel, hogy ebbe az egész kis kuplerájba, amit úgy hívunk, hogy a mi életünk, abba még ebbe a 20-25-30 évben mi van? Mi a fene fér még bele? És akkor nézzük már meg, hogy ezekből mit lehet tenni. Én magam is ezért olvasok, ezért megyek utána. De ezt megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ebből más tudjon profitálni. Az, hogy nemet mondasz, ez nem csak a munkában, tehát ez a fajta szabadság, ez mondjuk így a magánéletedben is van? Tehát ha nem akarsz valakivel találkozni, mert nincs kedved, akkor mondjuk udvarias voltál 10 éve, vagyok. De most nem vagy. De, még most is? Vagy mondjuk a családod azt kéri, hogy segíts be valamit, amihez egyszerűen már fáradt vagy, és... Megmondom. Megmondod? Megmondom, bár ők kacagnak, mert azt mondják, hogy többet dolgozom, mint valaha, de azt a szabadságot, hogy én írom be a noteszembe, én megyek el reggel, tehát senki nem mondja meg nekem, hogy nekem ezt kell csinálni, hanem én mondom azt, hogy a fenébe még ezt is megcsinálom. És én soha nem fogom azt megérteni, hogy mi az, hogy többször, hogy meddig akarsz még dolgozni. Nem értem a kérdést sem. Nem értem a kérdést. Hát mi a fene más csinálnál? Tehát mi a dolgod az, hogy lássam, értsem a világot? Ez például nekem egy dolgom. Nekem az egy dolgom lesz az elkövetkezendő 20 évben, hogy ameddig lehet, követni tudjam azt a mérhetetlenül felgyorsult változást, amire én nem vagyok szocializálva, mert egy már is másik korosztály. De van egy kamasz lányod, tehát hogy neked egyszerűen kötelességed. Tehát, hogy te nem teheted meg, hogy nem tudod azt, hogy egyébként léteznek partidrogok, és mik azok a partidrogok, hogy nem tudod azt, hogy mire kell figyelmeztetni, hogy nem tudod azt, hogy mi zajlik a TikTokon, mert te ezt mondjuk anyaként sem engedheted meg magadnak. Nem is engedem. Tehát nem mondom azt, ha bármi De hogy azért ez is egy olyan valóságban tart, amit szerintem könnyű elengedni egyébként, hogyha nem kapcsol hozzá valami ennyire erősen. Igen, tehát, de nagyon könnyű azt mondani. Én nem nézném a TikTokot már, ha nem tudnám azt, hogy nekem muszáj nézni, és valószínűleg a Félix 4 éves, nekem 10 évből is kell néznem a mit tudom én milyen degenerált platformot majd, ami nem tudom, hogy mi lesz, mert hogy nekem tudnom kell. És nyilván ez az embert így máshol is tartja. Figyelj, nagyon furcsa, mert amikor egy közösségbe elmegyünk, azért ha te is nagyon jól látod, hogy mennyire élesen elválik már az, aki egyáltalán nem néz tévét. Abszolút. És aki néz. És nagyon, szinte naponta futok bele valakibe, aki azt mondja, hogy én már nem nézek televíziót. Én meg mondom, én nézek televíziót. Én minden este nézem a tévét. Minden, szakmailag nézem.
Én is megnézem mindennek az első adását, vagy hogyha valaki egy új formátumban van, azt megnézem. Én még belenézek később is, hogy hova fejlődött, de úgy, hogy közben olvasok. De érdekel a tévézés ennyire még? Nagyon. Igen? A tévézés érdekel, és most mondtad ki a kulcsszót. Az érdekel, hogy hogy lehet újabb és újabb formátumokat, abból mit lehet kihozni, illetve, hogy mennyire módosul a mi szakmánk. Tehát az, ami eddig, amire én úgy büszke vagyok, hogy több szót használok, mint amennyi szükséges, ez a mi szakmánkban ma 20 szóra korlátozódik. Egy gyakorlatilag egy show műsorban még ennyire se. Egyszer összeadtam. Azt figyeltem, hogy körülbelül egy felkonfnál hány szó szükséges ahhoz, hogy tovább lendítsd. Tehát aki ma meg tudja azt kérdezni, hogy mit éreztél, fantasztikus, ezt a két szót el tudja mondani, ez gyakorlatilag bármikor riporternek már alkalmas. Tehát ez... Zsűritagnak is. És zsűritagnak is. Ez volt az a pillanat, amire vártunk. Igen. Ah. Ez volt az a pillanat, amire vártunk. Nagy színpad. Két-három könycsepp, iszonyatos ankar. Nem akarok maliciózus lenni, nem, én sem. De nekem kevés ez. Tehát az én igényeimnek ez kevés. Nem értekezést várok a televíziótól. Ez egy plebejus műfaj. De azt várom, hogy amikor fölállok, akkor legyen bennem egy gondolat vagy egy érzés, ami egyébként magamtól nem jött volna, de ott ül ez a valaki. Az anyád, de jót mondott. Szerintem nem erről szól már ez a tévézés egyébként, de közben meg... Mikor volt utoljára olyan tévéműsor a tévé, amire azt mondtad, hogy nem az, hogy de kár, hogy nem én vezetem, hogy de azért ebben így megnézném magam. És még nem a való világra gondolok. Hát abban én se látlak téged. De a Geszti ilyen volt. A Geszti ilyen volt. Egyrészt a Pétert nagyon szeretem, másrészt a magam vészaj. Igen. Másrészt nagyon szerettem, vártam, hogy mit fog belőle csinálni. Az jó. Vártam, hogy mi lesz belőle. Igen. Sok mindennel nem értek egyet. Tehát nekem például jár az agyam, benne voltam, látom, hogy szakmailag teljesen kiugrottam belőle, amikor vége lett, és azt mondom, miért van ez így, miért van ez így, miért nem így van. Tehát, hogy és ez a jó műsor. Mert te szerkeszted közben. Mert én szerkesztem műsoraimat is, mindig szerkesztettem, és az a jó műsor, amin én otthon még elgondolkozom. Nem tudom, mert ez közben meg most egy picit hazabeszélek, hogy én ezer való világot csináltam, és én azért a trash-nek ráadásul nagyon elkötelezett rajongó vagyok, tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és a régi való világok az gyakorlatilag nekem a legnagyobb szerelem, és hiába csináltam én is nagy 3-4 órás életút interjúkat, annyira sosem voltam boldog, mint egy párbajon, amikor Baukó Éva végig gurult a lábunk előtt. Figyelj, én a legnagyobb Big Brother rajongó voltam, mindenki végén nézett. Te Big Brother-es voltál? Én Big Brother-es voltam, hát én tényleg. Nézted? Micsoda? Na de, és az mit mondott a végén? Hát mi volt az, aminél felállta, és azt mondta, hogy nekem ez most azt mondta, nem, hogy... nagyon érdekes volt a jellemfejlődésük. Nagyon érdekes volt az egész... A szappanopera-szerű sztoria? Figyelj, meg az egésznek a feldolgozását. Ez egy teljesen újszerű dolog volt. Hogy építik fel a karaktereket, hogy dobják el őket, miért őt dobja, miért őt, lehet-e őt továbbvinni, nem őt nem lehet továbbvinni, mert össze fog roppani, össze is roppant, másikat kellett volna. Érted? Tehát, hogy igen, jár van egy ilyen. Mi a kedvenc tévéműsorod mondjuk az elmúlt 2 évben? Na hát most nagyon megfogtál. Nem akartalak. Most nagyon megfogtál. A Dancinget szerettem. És nézted? És néztem is. Azért is néztem, mert többször felkértek, hogy szerepeljek benne, és mert szemérmes vagyok, nem szerepelek benne. Amiatt? Igen. Ott oda kell magad tenni. Tehát az a nő, aki ott nem... siratja meg a férfi szíveket, az nem menjen el táncolni. Pedig lehetnél nagy műcofokat tenni neked a fejedre. Igen, és csodálatos a lábaimat ki lehetne pakolni, egy kis push-up és már lábad, jól. Tök jó. Igen, de én abban nagyon rosszul érezném magam, mert én táncolni szeretek. Szeretsz táncolni? Nagyon egyébként? Szeretek táncolni. Jól táncolsz? Nem tudom. De hogy nagyon így szeretek táncolni, de ha nekem föl is kéne hozzá öltözni, azt nem vállalnám. Pedig de látnálak egy ilyen tüzes tangóban, ahogy tényleg egy igen. Valami flitter összetartja a cuccodat itt elől, és igen, és kilóg a kis bugyi, mi a fenekemől ki. Igen, bevágna. Tudom, érzem én. De nem foglak látni ilyenben. Nem fogsz. A férjem is nagyon szeretne egy ilyenben látni. Hát mert halál szexi, hát én igen, azt kértem. Igen, nagyon hogy ez elégedje meg azzal, ami otthon van. Nem, figyelj, nem tudnám magam olyan magabiztosan kitenni, mint ahogy elvárom attól, aki engem szórakoztat. Tehát, mint azoktól, akiket nézek. Akiket nézek.
És azt mondja, hogy az anya úristen, itt hagyodra tette magát, tudod? Tehát így nem lehet szemlesütve. Ezt nem lehet csinálni szemlesütve. Lehet, hogy ez... Nem tudom. Nincs szemérmes táncos. Ilyen nincs. Nem, de lehet, hogy azt mondod, hogy mi van a következő 30-35 évben, és akkor... Növényevő ragadozó nincs. Te mondtad, hogy nincsen vesztenivaló. De mit nyerek vele? Hát magamból lépek. Lehet, hogy akkorát felszabadulsz, mint a 70-es években. De nem vagyok lekorlátozva. Én elmegyek buliba, és nagyon jól táncolok. Én nem szeretném magam olyannak látni, amilyen... Aminek ott erőlködnöm kéne. És pont ez a szabadságom, amit te most semmit nem csinálom. Meg hogy nem akarsz szorongani, mert ez nem egy szorongás is. Igen. Van most... És még egy, bocsánat, egy utolsó. Én tudom, hogy épül fel egy ilyen műsor, és azt is tudom, hogy hányféle karakter kell benne, sőt, azt is tudom, hogy kell bele a mi korosztályunk. Nagyon kevés olyan nő van a mi korosztályunkban. A Détár Enikőnél meg is állnék, és ott be is fejezném. Jaj, de isteni a Détár. Aki úgy tudja magát eladni, aki úgy tud táncolni, akinek olyan az alakja, ebből egy van. Mindenki más csak próbálkozik. Ez a fiatalságnak áll jól. Ez egy olyan műfaj, ami igenis a vagy, ha idős vagy, akkor viszont a világ legjobb táncosának kell lenned. Tehát itt nincs mese, a kettő között nincs átmenet. A fiatalság felszabadítja ezt a... Abba meg validál mindent. Így van. Igen. De ha idős vagy, akkor te már csak teszed, veszed magadat. Tehát itt nincs mese. Egy pojácsa leszel. És ebben nagyon könnyű belecsúszni. Elmúlt. Lilu, erre az a válaszom. Tetszett volna jönni 10 évvel ezelőtt, akkor ott táncolnék. De most már nem. Még akkor sem, ha lelkem mélyén ott táncolok, amikor megnézem ezt a műsort. Sok dologra gondolod azt, hogy elmúlt? Igen. Igen, igen. Ennek már nincs itt az ideje. Sok dologra, és néha szomorúan gondolom egyébként. De vannak dolgok, amiről már azt gondolom. És képzeld, vannak olyan műfajok, amire viszont nagyon dühös vagyok, hogyha a nála fiatalabb csinálja. Van olyan, amiről azt gondolod, hogy mások szerint elmúlt, de szerinted nem? Igen, van. Például? A televíziózás mint olyan. Tehát, hogy ebben például borzasztóan tudatlanul és rosszindulatúan bánnak a korral adott esetben, akár a kommentelők, akár a beszólogatók. Ez nem a televíziózás, az nem arról szól bizonyos műfajokban, hogy te mennyire vagy fiatal. Csendben teszem hozzá, és önvizsgálattal, hogy magam is feszengek bizonyos kábelcsatornákon idősebb kolléganők láttán. Mert tényleg van egy pont, ahol elmúlt, ki kell, hogy mondjuk, de az, hogy egyetlen képernyő van? Igen. Elmúlt. Erre való a podcast. És ott a lehetőség. Olyan csodálatos lehetőséget ad a rádió azzal, hogy nem látszott. De te nem gondolod azt, ugye, hogy neked elmúlt a tévé? Még nem, de határeset. Még nem gondolom, de mondjuk lehet, hogy pár év múlva azért akkor az halad. És azt gondolom, hogy van egy pont, ahol... De mi akkor Helen Mirrennek elmúlt a színésze? Nem, de ő gyönyörűen öregszik. És ez is egy kérdés, hogy van-e annyi rálátásod magadra, hogy tud, hogy öregszel. Nem az a baj, hogy öregszel, hanem még ha még mindig eszébe jutsz másoknak, mint nő, akkor ez semmi baj nincs, vagy szépen öregszel. Nem mindannyian öregszünk szépen, és lehet, hogy én se fogok majd szépen öregedni, akkor rádiózni kell. De most komolyan, bocsánat, hogy ezt mondom, tudnék viszont szellemileg nagyon sokan még nagyon frissek. És miért kéne, hogy abba hagyja azt a szakmát, amiben a legjobb volt 30 évig, vagy 50 évig? Csak azért, mert azt gondolják, hogy ő már 50 vagy 60, nem, 70 éves. Mert inkább itt most erre gondolok. De a világ televíziózásában az a korosztály, ami én vagyok, az most az érett műsorokat csinálja, a nagy interjúkat csinálja, esetleg talkshow-t csinál, vagy quizt. Nagyon más műfaj nincs. De mindenképpen olyat, amihez kell egyfajta bölcsesség, egyfajta tudás, egyfajta szűrő, és ezek nem a legpopulárisabb műsorok. Tehát ezt is fel kell vállalni egy televíziónak, hogy egy Bernard Pivot, aki egy irodalmi műsort vezet 40 éve a francia televízióba, egyébként a világ legrondább férfia, az este 11-kor még mindig vezet egy irodalmi műsort. Amerikában hány 70 pluszos férfi műsorvezető van? De nő nem.
Ezt mondom, az amampúr még ott van. De ezt akarom neked mondani, hogy és a férfi lehet akármilyen aszott, öreg, májfoltos, és bármi. Soha nem láttál még férfi címlapon, idős férfi címlapon, és még soha nem szóltak a bulvárhírek arról, hogy picit felszedett. Vagy igen? Mert én még nem. Csak a korpát kellett így lesöpörni a trikójukról. Ebben nagyon keményen elbánnak a nőkkel, és a mi kultúránk igenis ebben nem bánik szépen a közéleti női szereplőkkel, és én ezért is írom a könyvet, és ezért is fogom továbbvinni, mert éppen ezért nagyon sokan tehetségük csúcsán, vagy tudásuk csúcsán, ha van bennük egy kis szemérem, akkor feladják inkább, pedig helyük lenne a szakmájukban, helyük lenne bizonyos szerepekben. Vannak bizonyos műfajok, amelyek lehet, hogy nem 3 millió embert ültetnek már le, de azt a fajta tudást, amit mondjuk egy bizonyos pályán eltöltött vagy elért ember tud, annak még azért lenne helye ott, azért, mert ő 50 éves, 60 éves, vagy akár 70 éves. Még egyszer mondom, a képernyő nagyon kegyetlen dolog, ezt nekem is tudomásul kell vennem, és lehet, hogy eljön az a pont, amikor azt mondom, hogy nem biztos, hogy nem tudsz úgy már bevilágítani valakit, hogy gusztusos legyen. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.